gyerekkori emlék elevenedik fel bennem, amikor mi magunk is készítettünk ilyen hasonló sípokat. Nagy sípot fújtunk. Aztán emlékszem rá, hogy édesapám egy bicskát adott a kezünkben, semmi más nem kellett csinálnunk, csak le kellett utánozni. A kertünk végébe annak idején fűszfa vesszők hajtottak, és a fűszfának leszedtük, körbeütögettük, megkarcoltuk először, körülbelül egy ilyen hosszúságban, megkarcoltuk, így megkocogtattuk körbe a héját, és egyszerűen lehúztunk egy ekkora darabot róla, ami engedte magát, és gyakorlatilag kihúztuk belőle a fás részt, és megmaradt ez a vékony, puha rész, amiben már egyszerű volt belevágni ezt a síphoz hasonló részt, amit szeretnék mutatni. Tehát a fűszfának a kérgéből lehúztuk a kérgét, mert ugye nedves volt, és könnyen lejött a kérge, és aztán egy ilyen kis rést vágtunk bele, majd a végébe ugyanezt megcsináltuk, hogy itt egy ilyen kis fát beletettük, és lespicceltük a végét, és egyszerűen megszólalt. De ebből a mesevilágból hát következik a furúja, mert amikor levágja az ember a fűszfának ezt a darab fűszfát, körbe kocogtatja a kérgét, egyszerűen kibújik belőle a belső rész, és le lehet húzni a kérgét, megcsinálja ezt a síp részt, és onnan már, megmondom őszintén, nagyon, nagyon egyszerű néhány lukat is belefújni, és hát ha egy kicsit odafigyel az ember, akkor ezt jól fel is lehet már hangolni. Na, innen indul a furujának a készítés tudománya, aztán később voltak olyan szakemberek, akik fantasztikus magas szintre vitték ennek a furujának, és amelyik diák elhatározta, hogy ő furuját fog, valamilyen fúvós hangszeren fog tanulni, az mindenképpen a fűszfa sípon kezdje. Tehát ha te óvodás vagy, és úgy érzed, vagy kisiskolás, hogy te fúvós hangszert szeretnél, mert neked annyira tetszik, mikor felvonulnak, masíroznak, szól a zene, cintányér a hátsó sorba összecseng, hát annál gyönyörű, szólnak a dobok mögötted, és fújják a különböző hangszereket, fúvós hangszereket, vagy fafúvósokat, vagy részfúvósokat, mindegy. Lényeg az, hogy a furúja az alapja mindennek. Hogy miért? Hát figyeljük meg. Ugyanazokat a lukakat tartalmazza, vagy általában, majd mutatok másik hangszert is természetesen, de ezek az alapok. 2, 4, 6 lyuk. Ez a minimum, hogy legyen, bár fontos, hogy legalább 5 lyuk legyen rajta. A magyar népi kultúrában ugyanis az első furujákat még csak 5 lyukkal készítették, mert a pentaton dallam az, hogy kelj fel, juhász, ne aludj már! Elveszett a csengős bárány, nem aluszom, csak heverek, nem is igaz, hogy elveszett. A pásztorok dolga volt, hogy a furuját ráért, a kutyák ellátták a dolgát, a nyáj szépen lassan ment egyik legelőről a másikra, néha fölpakolt a szamár hátára a juhász a dolgokat, és nekilátott a mezőnek, a hegyek oldalága, a hegyi legelőknek. De amikor leült, hagyta a bárányok is, hogy pihenjenek, akkor elővette a furujáját, amit saját maga készített, egy ilyen hasonló lehetett most, ami a kezemben van. Ezt úgy hívjuk, hogy pásztor furuja, a magyar pásztor furuja. Hát ez már egy kicsit lehangolódott, de megpróbálom a kedvetekért megfújni. A németeknek nagyon ügyes furuja készítő szakemberei voltak, itt a kezemben még egy fa furuja van, jócskán kopott, és a története nagyon hosszú ennek a német furujának. Látjuk, hogy hány luk van rajta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 luk van, amíg a magyar pásztor furuján ugyanazt a hangszínt, hangsort 6 lyukkal is meg kell tanulni. Miért vennék én a kezembe akkor egy német fafuruját, amit blödflötének is neveznek, és ezzel tanuljak játszani, furujázni, bár bizonyára a zenészek
nagyobb szakemberek tudják, hogy miért adják ezt a fajta fúját. Ennek a hangja egy kicsit olyan, hogy mondjam, a sírós. Ennek inkább szeretetre méltóbb, mert sugárzik belőle valami különleges érzés. A sugárzik belőle az az érzés, ami sokszor a zenéből ki kell, hogy jöjjön. Ugyanúgy el tudom ezt is játszani, ugyanez a dallama, ugyanaz, és mégis a hangzása egészen más. Ezért arra biztatnám azokat, akik ezt nézik, hogy ha gyerekeikkel furuját választanak, próbáljanak szerezni fafuruját, még akkor is, hogyha egy ilyen a műanyaghoz hasonló 8 lukkal ellátott furuját, ha nem kapnának, de szívesen segítünk, mert Magyarországon ma már kiváló furuja készítők vannak, és most egy másik hangzást is szeretnék ezzel a furujával megszólaltatni, mert lehet, hogy már felfigyelték, hogy milyen érdekes, ennek nem egy csöve van, hanem kettő. Ez olyan, mint a vadászpuskájé. Nézzük meg, hogy mit tud egy ilyen vadászpuskás furuja. Elszaladt az arany gulya, nem szól már a csengő rajta. Csak egy maradt a karánban, az is beteg, fáj a Csak egy maradt a karámban, az is beteg, fáj a lábon. Azt gondolom, hogy a világon a pásztornép volt az, akik elterjesztették ezt a hangszert, ezt a furuja hangszert. Megfújom a furujám, lenn a széket szélén, hallod-e te angyalkám, hálót anya végén? Hallom, kedves angyalkám, nem tőhetek róla, gyönyörű szép szavadra nem műhetök oda.